Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a Zalai vidékről. Nagy boragasszony plébániát mutatom be a Zala Szent Balázsról. A templom az 1170-es évek végétől az 1880-as évek közepéig épült barokk stílusban. Alapítója a terület akkori földusora Inkei Boldizsár volt. A templom építésével kerül megalapításra az önálló Zalaszentbalázsi Egyházközség is. A templomban egy helyen utalnak az építtetőre, a szószék csúcsán a templom hajó irányában látható az Inkei család címere, egy ágaskodó oroszlán egyik kezében kard, a másikban egy levágott fejt. A faluban ezt megelőzően is állt már templom, hogy pontosan hol az vita tárgya, minden esetre az biztos, hogy a régi templom fából volt és leégett. Azt is tudjuk, hogy ez Jézus színeváltozásának tiszteletére volt szentelve. Bár a templom elpusztult, egy darabja, talán éppen az oltárkép, egy töredéke a jelenlegi templomban is beépítésére került, a templom szentélyében a sekreste kijárat fölött látható három apostol térdelő alakja, amint felfelé tekintenek, Jézus alakja feltehetően a fejük felett az aranyszínű talapzaton helyezkedett el. A templom berendezése és szobra is fából készültek. Valamennyit Grác mellett egy faluban forogtották. A szószék patkáján körben a négy evangelista és szimbólumaiak láthatóak. A háborúban súlyosan megrongálódott a templom, a teljes felújítására pedig az akkori körülmények között különösen nem volt lehetőség, ezért a szószéket fekete szurakszerű festékkel kenték le. Majd a 20. század második felében végzett felújítás során tárták fel és állították helyre az eredeti állapotát. Látható, hogy az evangelisták szobrai is a templomhajó északi falán látható szentek szobrai közül is minden második kissé eltér a többitől. Ennek az az oka, hogy 2001-ben sajnos betörtek a templomba, és ellopták az eredeti szobrokat, amelyeket azután egy helyi művész, Dienes Gyula régi fényképek alapján forogott újra. A templomban két mellékoltár található, észak felül a Jézus szíve oltár, dél felül pedig a Szent Balázs oltár, amelynek tetejére néhány évvel ezelőtt szintén Dienes Gyula forogott egy Szent Balázs szobrot. A szobor mintájául a templom hajó hátsó falán az északi oldalon látható Szent Balázs kép szolgált. A szembemiséző oltár Ábrahám életének egyes mozzanatait jeleníti meg, központban az áldozat Izsák feláldozásának képével. Az ambon pedig karddal a kezében Szent Pál apostol alakja látható, ugyanazon művész alkotásai. A tabernákulum az eredeti berendezéshez tartozhat. Ajtaján Jézus és az emauszi tanítványok láthatók. A tabernákulum csúcsán, a fénysugarak kiinduló pontján pedig a jelenések könyvére utalva egy hét pecséttel lezárt, elfektetett könyv, rajta egy pihenő bárány alakja látható. A templom legutóbbi felújítása során a misiző oltár alatt találtak egy méteres boltozatos üreget, azonnal két, egy kisebb és egy nagyobb urna volt elhelyezve. Az urnákból emberi belsőségek, szív, tüdő kerültek elő. Felújítás során a helyreállított üreget az urnák visszahelyezését követően egy nagy kőlappal zárták le, amelyre az elhunytakra
utalásként egy keresztet véstek. Érdekesség, hogy szintén a legutóbbi felújítás során Mária mennybevételét ábrázoló oltárképet eltávolították, és a kép mögül a fakufalon előkerült egy korábbi kerek ablaknyoma, amelyet az idők során befalozták. Az ablak elhelyezéséből megállapítható, hogy azon keresztül az év egy kitüntetett időpontjában a kora esti nap épp az urnákat tartalmazó üregre vetette sugarait. A templom falai a II. Világháború előtt gazdagon díszítettek voltak, a szentélynek a templom hajó felőlé boltíven pedig egy Máriát köszöntő felirat is olvasható volt, ám a helyreállítások során ezek rendbetételére nem volt mód. Ezért lefestették őket. A templom padjai tölgyfából készültek, feltehetően még az eredeti berendezéshez tartoztak. Az orgona a hajóból is jól olvasható felirata szerint 1900-ban készült, pécsi orgona építőmester munkája. A toronyban eredetileg 3 harang volt. Méretében a középsőt a II. Világháborúban vitték el hadi célokra. A megmaradt nagyobb harang 6 mázsás, felirata szerint Mária, magyarok nagyasszonya, tiszteletére készített Zalaszent Balázs őrbeli közösségbe 1926-ban. Köszönöm szépen, hogy megnézték ezt a templom bemutatást. Isten áldjon Önököt, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.